Az üvegcipő története egy szerelmi háromszöget vázol fel. Adél kisasszonyt, aki már koránál fogva asszony lehetne, még mindig nem vette el senki. Saját panzióját igazgatja a 8. kerületben. Lakói között van a házsártos asztalos mester Sipos úr. Adél kisasszony azonban elunja öröklányságát és esküvőre kényszeríti őt. Azonban akad fiatalabb vetélytársa Irma, aki szintén szereti Sipos urat, ezzel a színpadi bonyodalom már is adott. A fordulatokban gazdag vígjátékot roppant leegyszerűsített díszletben játsszák. Ilyen részei vannak a díszletnek, amiben vannak ajtók, de a falak nincsenek, de kibe lehet jönni rajta, de az interjőrt úgy csinálom meg, hogy különböző részleteiben csinálom meg az interjőrt, egy ágyat, egy széket, egy konyhát, vagy egy udvart, egy belvárosi udvart. Azok a nyomaiban megvan, de nem zárom be egy bezárt körrel, vagy falakkal. Ezáltal ugye olyan szellősebb és átláthatóbb lesz, és akkor ugye a dolognak jobban fókuszálódik arra, akik játszanak, vagy ahogy játszanak. Irmát Gidró Katalin alakítja, szerinte a fordulatos vígjátékban ő a józsefvárosi hamupipőke. Karaktere, a bolondos, alig 19 éves Irma mindent megtesz Sipos úrért. A színésznő azt mondja, hogy valahogy megtalálják őt mostanában a hasonló szerepek, mert ezzel a darabbal párhuzamosan a Cselédek című produkcióban is pont egy szolgáló leányt formál meg. Nagyon érdekes, mert egészen másra számítottam, már olyan szempontból, hogy úgy gondoltam, hogy már eljátszottam a magyar dráma irodalom összes cselédlányát, és azt hittem, hogy ez is körülbelül olyasmi lesz, és már az olvasópróbán jelezte a rendező, Bagó Berci, hogy azért ez nem csak egy édes kislány. Szép kis lábam van, de senkinek sem kell. Boldogtal a lábam, gyönyör himpora, szomorú kis rüsztöm, édes angyala. A rendező szerint a Molnár Ferenc műve alapján készült darab célja több annál, hogy a szerelmi sokszögben kialakult keszekuszaság megnevettesse a nézőket. A premier pénteken lesz a Kis Színházban.